Támogatható-e az a politika, amely ezen költségvetés mögött áll? A demokratikus koalíció egyértelmű véleménye, hogy nem. Tartalmaz-e olyan elemeket ez a költségvetés, ami azt bizonyítaná, hogy az önök politikája érdemi irányban változik, és a korábban általam felvetett problémák legalább egyikére és másikára valamilyen tisztességes, pozitív választ ad. Van-e emögött a költségvetés mögött bármilyen nagyívű, bármilyen az ország életét jobbá tévő elgondolás, álom? Épül-e a haza vágyaim szerint, a költségvetés szerint? Úgy látjuk, hogy nem. Valójában ez a költségvetés gondolattalan, ez a költségvetés a semmit tevés költségvetése. Nem látnak benne egy igazi, komoly nekiindulást, hogy merre menjen ez az ország. Valójában ez egy fáradt kormány, fáradt költségvetése. Megőrizzük a vívmányokat, mondta a miniszter. Mondott már ilyet valaki a 80-as években. Annyi volt a célkitűzés, megőrizzük a vívmányokat. Erre olyan büszkék? Hát ha erre olyan büszkék, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy az ország többségének ez nem elég. Valójában ez az Orbán infláció szorító költségvetése. Erre képesek, hogy önökre nézek, valójában nem csodálkozom. Nem fogjuk megszavazni a költségvetést.